világhírű operaénekes Nádor Magdát hallhattuk énekelni, a Bosszú árját, és Vitray Tamás a vendégem. Hogy a kettő hogy kötődik egymáshoz, szerintem már nincs olyan, aki ne tudná, ifjú és idősebb. Született egy dokumentumfilm, aminek Magda a címe, és hát nagyon meglepett szerintem sokunkat, hogy egy olyan filmmel tért vissza, ami több százezres nézettséget hozott rögtön. Részben nem a maga világa, nem volt a maga világa ez a podcast féle fórum, mert azért a televízióban szocializálódott mindegy 60 éven át, tehát 6 évtizeden át, és azért ez a film megrengette itt a nézőket. Olyan érzelmi töltete volt, hogy egy világhírű operaénekes most idős gondozóként dolgozik, és utána az egész életének a drámáit, tragédiáját, sikereit bemutatta, hogy nem tudom, hogy tudta-e, hogy mit csinál egyáltalán, hogy tudta ennek a súlyát, hogy... Ő vagy én. Hát én is magáról beszélek, magáról. Amikor visszatért, ha nem is a televíziózásba, és egy mondat jut eszembe, hogy ki is írtam, hogy pontos leszek, hogy az öreg kutya ne tanuljon új kunsztokat. Tessék, itt az öreg kutya, és új kunsztot tanult. De mi az új kunszt? Hogy csináltam egy dokumentumfilmet? Azért arra emlékszik, hogy búcsúzott, hogy azt mondta körülbelül egy évvel ezelőtt, itt a 90. születésnapján köszöntöttem, azt mondta, vége, nincs több munka, nem nyilatkozom többet, mindent elmondtam, nincs mit mondanom, és tessék. A valóság az, hogy nem mondom ezt, hanem mondogatom. Mert mondtam én már 45 éves koromban is. Igen, hát nem tartottam be. Most mit csináljak? Nem, baj, ezért nem kap még semmit a fejére, tehát na. Ennél nagyobb baj sose legyen. De élvezi, hogy újból, új erővel, új ötletekkel, új gondolatokkal jött? Igen, de hát váltig azt kell mondanom, hogy ez nem új gondolat, ez egy film, egy dokumentumfilm, hogy éppen ő róla szól, az azért volt, mert éppen valahogyan összekerültünk rengeteg év után, 29 évvel ezelőtt készült vele egy hasonló, azt kell mondanom, csak hát akkor a nagy betegségből fölépülve élt Budapest környékén. De hát becsülettel szólva nem is igen találkoztunk, attól számítva. És akkor mi volt a véletlen találkozás, az hogy jött össze? Nem tudom. Nem emlékszik rá? Nem. Isten bízom. Elhiszem. Valahol összefutottak hirtelen? Magda biztos tudja. Majd őt is szeretném ide be. És zavarba hozott, mert már nem először. Nem tudom. Ez már vele jár a korral. Nem baj. És ő simán benne volt abban. Á, fenét. De hogy simán. Nem olyan. Nem a mutatkozós. Hát először is ugye hosszan gondolkodott. Sokat kellett érvelni. Aztán volt egy olyan, nem tudom, hogy örül, ha ezt elmondom, amikor estétől reggelig kaptam egy e-mailt, amiben fölmondott nekem, vagy ha úgy tetszik, lemondta. És hát én azt gondoltam némi pszichológiai érzékkel, hogy én erre nem válaszolok hosszan, csak azt írtam, kár. De akkor majd mélyen benne voltunk abban, hogy ebből lesz film. És másnap valamikor a nap folyamán jött erre a válasz, hogy maga nagyon hamar lemondott róla. És hát akkor innen már zavartalanul hitt nekem. És érti, érzi azt, hogy miért annyira népszerű ez a film? Mert mondok egy segédmondatot, bár biztos nincs szüksége rá, hogy érzelmileg annyira kezdünk kiürülni, annyira a politika, a racionalitás járja át az ember agyát, hogy egy ilyen szívhez szóló történet sokakat megérint. Elsősorban azokat, akiknek az életében valamikor hasonló találkozások nem voltak ritkák. A fiatalság, hát Isten tudja, hogy van, mert körül 950, azt hiszem a írásos reagálások száma, tehát 950-en rengeteg reagáltak rá írásban.
mondanom sem kell, persze, hogy elsősorban őre, aztán... Jó, hát nem tudtak másra, mert hát maga hát, körülbelül 20 másodpercet van jelen, igen, a filmben, igen, tehát én, nagyon szépen... Én boldog voltam ezzel. Nem hiányzott, hogy legalább a kérdései benne legyenek? Egyáltalán nem hiányzott, nem? Semmi se hiányzott. Szándékos volt. Nem, ez róla, ez egy film, amely róla szól. Nem kell nekem semmiféle érdemeket szereznem. Ő révén, vagy azon a réven, hogy mutatkozom, vagy jaj, de okosakat kérdezek. Nem. De minden esetre magam is kaptam az elismerésből és a köszönetből, és Friderikusz is, aki befogadta a filmet, mert én nem vagyok, és nem voltam helyesebben szólva a YouTube-on, és ő megkérdezte, hogy milyen filmről van szó, elmondtam, és megkérdezte, hogy hol lehet majd látni. Hát mondom, azt még nem tudom. És akkor kaptam az ajánlatát. És most nem hűtlen egy kicsit a Friderikuszhoz, mert önálló csatornát, tehát elindított egy karrierútját, és akkor most azt mondta, hogy hát én nem akarok a Friderikusz szárnyai alatt, én önálló életet élek a családommal. Ez jól hangzik, ez a mondatnak az a része, hogy Friderikusz szárnyai alatt. Hát ezt ilyen formán nekem? Igen, nem? Hát ez a podcast az ő podcastja alatt indult el. Úgy indult el most az új karrier, nem? Tehát Gesztit is, meg engem is, és még esetleg másokat is a szárnya alá vett. Azt gondolja Zsuzsi, hogy ha mondjuk én veszem a fáradtságot, és nem vagyok a lusta, mint amilyen vagyok, és akarok egy podcastot elindítani, hogy ez ott menjen, megtehetem. Biztos, hogy igaza van, de ki mondta a bűvös szót, önálló, hogy lusta vagyok. Igen, lusta vagyok. Tehát kellett egy mankó. Hát... Az induláshoz. Kellett egy ajánlat. Igen, egy ajánlat kellett. Nem kellett megbánnia. Nem, biztos, hogy nem. Ez mind a kettőjüknek egy nagyon jó kis üzleti sikervállalkozás volt. És főleg az, hogy magát elindította egy új úton ez a lendület, ez a siker. Abban muszáj helyesbítenem, nyugodtan, hogy nem idős gondozóként szerepel, hanem ő önként jár oda az idős asszonyok otthonába. Akkor hogy mondjuk, hogy önkéntes? Abszolút. Tehát, hogy nem kap érte fizetést, ez a különbség. Sem. Igen, igen, igen. Nem mellékes, mert olyan minúciózus pontossággal bármi történjék, ő ott van azon a heti két napon, és a nénikkel el van, amint lehetett a filmen is látni, hol tornázni, hol énekelni, hol kártyára, hol társas játékra. Fantasztikus ember. Nekem az volt a megdöbbentő Magdántól, hogy hát 1000 éve ismerjük mi egymást magával. De nem gondoltam, hogy egy ilyen érző lélek, tehát sokkal racionális. Ő vagy én. Pitvei Tamás. Tehát, de hát a hivatása is olyan, hogy a beszélgetések azok sokszor érzelmi alapon történtek, de hát azért a sportközvetítések ott azért sok érzelemnek helye nincsen, ott a memóriának, a racionalitásnak, az objektivitásnak, és ebből a filmből pont azért, mert nincs benne maga, kiderült, hogy egy nagyon-nagyon mélyen érző ember. Igen, lehet mondani, szentimentális vagyok. De ez idősebb korára, vagy ez mindig így volt? Nem figyeltem. Nem figyelt? Nem tudom, mikor tört rám. Hát időskorban az emberre rá szokott törni. Úgy hallom. Igen, mondják, idős emberek könnyeznek például. Én például valóban olyan zenét hallok, ami egyrészt emlékeztet a saját ifjúságomra, másrészt pedig nagyon szeretem amúgy is, bizony előfordul. Pedig hát ott nem vagyok úgy érintve, mint valakivel, akivel a személyes kapcsolatom teszi. Ahogy így a könnyeket meg a komoly zenét mondja, ezen is gyakran gondolkodtam, hogy hát egyáltalán nem olyan családba született, ahol mondjuk feltétlenül operába jártak, vagy komoly zenét hallgattak, és nagyon-nagyon ismeri a komoly zenét, és szereti, és hallgatja, és önként már jár, hát ez egyik ajándék volt, úgy tudom, pont a 90. szülinapjára a MIPA-ba egy bérlet, ha igaz, ha jók az értesüléseim.
Igen, pontosan Friderikusztól kaptam, igen. Tehát, hogy ez honnan jött ez az indítatás, hogy a komoly zene az élete része lett? Nem, ez, hát elmondhatom, mert a dolgok útja azért néha mulatságos is, nem csak, nem tudom én, fenséges. Volt egy jó barátom, aki a gimnáziumban is mellettem ült, akkor voltunk azt hiszem, talán másodikosok vagy harmadikosok, 8 gimnáziumot jártam. Tehát mellettem ült, azért legfőképpen, és az első sorban ültünk a padban, mert mi voltunk a két legkisebb az osztályban. Valószínűleg ez is belejátszott a barátságunkba, meg közel is laktak. Őt az özvegy édesanyja nevelte, engem meg a nagyanyám, mint azt közismert vagy, hanem hát most bejelentem. És hát nagyon sokat voltunk együtt, minden szabadidőt együtt töltöttünk. Ha valaki ráért tőnk közül, átment a másikhoz, fölfütyült, az lejött, és elmentünk lógni. Úgy hívták ezt akkor. De volt úgy, hogy éjszaka, fél éjszaka, és sétáltunk, vagy kimentünk a piacra nézelődni, hogy is megy ott az élet. Nem tudtam én, hogy nekem közöm lesz ez ilyen értelemben valaha is. Na és egy vasárnap délelőtt átmentem Andris barátomhoz, és édesanyjával ketten voltak otthon, hát ki más lett volna, és hát ezt már utólag állapítottam meg. Valamit le kell vennem a nyakából. Miért csörgök? Nem, egy poloska. Ja, itt van. Ez a kertből jött. Igen, nem akartam, hogy belemenjen a nyakába, mert az nagyon csiklandozna, bocsánat. Na hát. Biztos ezt a kertből. Miért se jövök többet? Nem nálunk volt. Jó. Na, bocsánat. Jó, meg rá volt írva, hogy kerti, és nem időben. Jó. Nem akartam, belemegy, és akkor biztos viszketett volna. Nagyon köszönöm, bocsánat. És erre emlékezni fog. Igen. Ez ennek a, hát hogy ne, hát ilyet megtett. Remélem nem vágja ki soha belőle. Semmit nem vágok ki belőle. Remélem nem haragszik, hogy szóltam. Dehogy haragszom, köszönöm. Na, egy szóval, visszatérve, és rövid leszek most már, ha már túl vagyunk a Poloskán. Ezt már nem tudom überolni. Igen, cím, Poloska stúdióban. Egy szóval, úgy tűnt, mondom utólag, de valószínűleg jól éreztem, hogy a anyukája nem bánná, ha elmennénk ketten, mert várt egy vendéget. Hogy fiú volt, vagy férfi volt, én ezt nem tudom. De azt mondta, hogy miért nem mentek el sétálni, rossz volt az idő. Akkor menjetek el az operába, ifjúsági előadások vannak délelőtt. Ő nem tudhatta, hogy én nem tudtam. Az opera nálam az operációt jelentette kvázi. De hát azt mondtam, hogy Andris, menjünk el. És ő már tudta, az Andris, és elvitt az operába, nem kaptunk jegyet. De az elővételi pénztárhoz, a másik oldalán az operának átvándoroltunk, és vettünk szerdára, ez egy vasárnap volt, vettünk jegyet a Faustba. Ott lettem szerelmes az operába. De miben lett? A díszletbe, a hangba, mindenbe? Én ugye színházi gyerek voltam, a nagyapám 40 évet dolgozott a Vígszínházban, színházban, tehát a színház mint olyan nem volt idegen, sőt, hát én színházi rendező akartam később lenni. Nem, a világ és a zene együtt, ez a színház, és vele ez a zene. És hát Gunó, nagyszerű zene, nagyszerű operai zene. Aztán így elkezdtem járni, és később, amikor a anyámnak a második férje, aki egy nevelő papa féle volt nekem, a heti 10 forint zseppénzt adott, akkor 4 darab 250-es jegy volt, a harmadik emelet zárt szék, harmadik sorba, ahonnan megírtam ugyan, de más is tudja, ahonnan csak fölállva lehetett látni a színpadnak a túlfelét.
tehát legalább kétszer meg kellett állva nézni egy darabot ahhoz, ha akarom látni, mi történik mind a két oldalon. Nem volt fontos egy idő után, mert aztán már ülve is élveztem, ha nem is láttam, mert tudtam, mi történik, és a zene. Innen indult el, a többi az már együtt járta az első szerelemmel, aki muzsikus lány volt, és egy zenetudósnak a lánya. Szóval... Maga kapós fiú volt annak idején? A lányok... Kapós? Nem, nagyon gátlásos. Hát igen. Kicsi maradtam. Na de az a lányok szeretik a kicsit. A lányokat akkor... ez nem zavarja. Azt mondja? Igen. Hát majd megtudom. Szóval, hogyha valaki az operát operációnak gondolt, ott volt némi műveltségi hiányosság. Most ilyet nem mondhatnék, hogy csipegette utána össze, hogy tényleg végtelenül művelt, intelligens lett. Volt egy fordulat ebben, még ezt megelőzően, nevezetesen az, hogy én nagyon nehezen éltem túl Budapest ostromát, és elkaptam azt, amit hát a felszabadító csapatok hoztak magukkal, vérhasjárványt. És ez belterjedt persze a lakosságba, rosszul tápláltak voltunk. Nem volt mit enni, nem nekem csupán, hanem a városnak úgy. És megbetegedtem én magam is, nagy nehezen kilábaltam, de rémes állapotban voltam, hatalmas furunkulusok nőttek rajtam, vitaminhiány következtében. De elindult a tanítás közben, és jártam is, hogy a Kölcseibe voltam, másodikos éppen, és valahol olvastam, azt hiszem, nem tudom, hogy jutottam tudomására, hogy a Nemzeti Segély című képződmény, nem tudom pontosan mi volt az, hogy lehet jelentkezni éhező, rászoruló gyerekeknek, és elviszik őket vidékre, ahol kiadják jelentkező családokhoz. Vidéken már volt mit enni bőségesen, a már felszabadult részeken. És én bejelentettem a nevelőapámnak, hogy én jelentkezem, és azt mondta, hogy ha abba hagyod az iskolát, akkor ide többet a lábad be nem teheted, a te évet veszted. Ennek ellenére elmentem Szentesre, és nagyon jó volt, föltápláltak. Nagyon szép idő, éltem ott meg egy olyan jó 5-6 hónapot. Később a nagymamámat is levittem szegény házigazdáim nyakába, mert a nagymama nekem hiányzott, neki meg a jó koszt. Elég az hozzá, hogy hazajövet, mégis fölmentem a nevelőapámhoz, és látta rajtam, hogy stram vagyok, jól nézek ki. És azt mondta, hogy te most elvesztettél egy évet. Mondtam, nem biztos, 19 napig még le lehet tenni magánúton ezt az osztályt. Igen, akkor szerez magadnak egy magántanítót, és én azt fizetem. És a házunkban lakott egy fiatalember, aki 3 évvel fölöttem járt a Kölcseibe. Fölmentem hozzá, és azt mondtam, hogy légy szíves, segíts nekem, taníts, készíts fel levele. Elmondtam az esetet, nem mondom el újra. És akkor megkérdeztem, hogy mi az ára egy órának, és kiderült, hogy olyan mérhetetlen volt az infláció, nem tudja elképzelni. Reggeltől estig tökéletesen semmit ért a pénzünk. Tehát akkor volt a milpengő, a bilpengő, rémes idők voltak, és hát ő nem tudott mást kitalálni. A sarki boltban egy papírüzlet volt, papír írószer. Amennyibe ott kerül a Hartmut ceruza, kettes számú Hartmut ceruza, 2 olyannak az ára, a mindenkori ára. Milyen jó ötlet. És 19 nap elmúlt, én letettem játszva a második gimnáziumot az ő segítségével, és kiderült, hogy ez a fiatalember hihetetlen nagy tudású, amilyet én még nem láttam addig ilyen érettségi előtt álló fiatalemberbe, aki általánosan
úgy szóval nekem mindenben irtóztatóan művetnek tűnt, és remekül kezdett mesélni róla, képzőművészetről, mitológiáról, zenéről, amit el tud képzelni. Hozzátettem, hogy a papája iskolaigazgató volt, a mamája zenetanár, tehát olyan háttere volt, pontosan, amilyen nekem. Megközelítőleg sem. Jut eszembe, de ne felejts a gondolatát, ha már filmekben gondolkodik, nem él ez a pár évvel idősebb patrónusa, aki tanította? Nem de tud róla, él. És nem csinál róla filmet? Hát, vagy nem csinál filmet arról, ahol volt vidéken, ahol felhízlalták? Azok meghaltak. A gyerekeik nincsenek? Nincs két. Nincsenek? Egy nagyon, nagyon aranyos házaspár volt, bűbájos emberek. De ez csak egy ötlet volt, akkor folytasson nyugodtan, bocsánat. Gábor, akiről beszélünk, hát elmondom aztán, mi történt, tehát már nem volt rá szükségem, mert ugye levizsgáztam, hát majd a harmadikkal már az úrba vagyok, ez már nem lett gond. Igen ám, de annyira imponálta nevelő apámnak ez a fiú, hogy azt mondta, tarts csak meg. És így ő továbbra is jött órákat adni, de már a harmadik gimnáziumi tantárgyakról nem sok szó esett. És így beavatott mindezekbe, amiket tudományba most elmeséltem. Tehát, és hozzátettem a történet folytatását egyszer azóta, és ennek sok éve, hiszen ugye már 91-ben vagyok, ugye ennek igazán sok éve egyszer találkoztunk, mindössze az utcán. Én akkor már rég televíziós voltam, és egy ilyen nem túlságosan mélyen szántó diskurzus után elváltunk, és köszöntünk, és többé nem. De mikor ezt elmeséltem valamilyen nyilvánossága, nem tudom hol, tehát nem magának mondom el először, akkor fölhívott valaki, egy hölgy, aki közölte, hogy ő tudja, kiről van szó, és ő a gondozójuk neki és a feleségének. Ez itt volt a Klubrádióban, és itt telefonált valaki, hogy igen, igen? Ez itt zajlott, igen. Na, igen. Látja, ennyire, de ezt nem már emlékszem. Nem tudtam, de azt már nem tudtam, hogy felhívták utána, igen. Igen. Mert itt mi elbúcsúztunk, maga kiment, és telefonon akkor. Igen, és hölgy fölhívott, és én meglátogattam őket. Tehát találkoztunk, beszélgettünk. És hát elvileg illenék elmenni megint lassacskán. Na lehet, hogy akkor most megint itt valami új fogadalom született. Mielőtt a jelenben folytatjuk, arra nagyon kíváncsi vagyok, ha már mondta a nagymamáját, hogy milyen volt a nagymamája meg az édesanyja. Milyen asszonyok? Hogy tudja leírni, vagy hogy él az emlékezetében? Én szívesen megteszem, csak szeretném hozzátenni, hogy ezek nem hiteles képek. Hát ezek szubjektív képek. Ez a gyereknek nem a baj, emlékképei. Olyannyira nem például, ugye, hogy az öcsém, a féltestvérem, akivel anyánk közös, tehát ő nem emlékezhet az édesanyjára. Mert másfél éves volt, vagy mennyi, amikor elvettette. De pont ezért mondjuk Jancsi nem mondja magának, hogy Tamás mesélje az édesanyjánkról? Nem, azt hiszem nem. Hát azt egyetlen nem. Hiteles forrás maga, nem ezért, aki... nem ezért, én megértem őt. Megértem, és nem akarom itt megfejteni, vagy elmondani ezt a részét, mert nem akarok neki kényelmetlen perceket se szerezni. Tény az, hogy pár évvel ezelőtt, nem is a nagyon régen, nyomába szegődtem a feleségem biztatására és buzdítására, és elmentünk anyám nyomán Auschwitzba, és minden adatolva volt, pontosan tudtam, mi történt vele, és ő túlélte a tábor felszabadítását, megérte, 90 napig élt még a kórházban, és úgy halt meg. Na most ez egy olyan vég, amit hát elmondtam, persze, hogy elmondtam, de ketten vagyunk hozzátartozók már csak, és nem volt boldog tőle, és ezt megértem szintén. És magát megérintette, hogy megtudta az édesanyja sorsát? Nekem az én viszonyom mindezzel
egy pillanatig nem változott, hogy úgy mondjam, akkor, amikor történt, tehát amikor anyámat elvitték, akkor én nem tudtam pontosan, mi történik. 12. életévenben voltam, és a saját biztonságom, a saját jövőm, amiről se tudtam azt, hogy ez most a jövőm és a biztonságom, egyszerűen a túlélés puszta ténye foglalkoztatott a két öreg szülőt, a nagyszüleimet, anyai nagyszüleimet, meg engem. És mi az utolsó kép, ami él magában az édesanyjáról? Az utolsó kép az egy fénykép, ami meg is tehát van nem az nekem. Igazi, az élőkép? Az nincs meg? Hát élőképről nem, nincsen. Nincs. De igen, az is van, mert mikor kis pici voltam, 3 éves, 4-5 ilyesmi, akkor az ünnep volt, például este anyám fürdetett. Vagy ő minden nap elvileg egy tibi csokoládét, egy 10 filléres tibi csokoládét hozott, az a fodrásznak volt, és nem adta át, csak ha, tehát ha nincs rám panasz, ha a nagymama nem panaszkodik neki, hogy nem evett rendesen, vagy késő jött haza, pedig megmondtam, hogy mikor legyen itt, stb., akkor nem adta ide. Ezek a emlékek. És a fénykép, Az nagyon, azon magam is rajta vagyok. Első gimnazistaként egy diák sapkában, és rajta egy ilyen hegyke, kis kalap, egy ilyen tollas, így emlékszem. A képen nem látom a tollat. És egy kis kosztümbe, ilyen Eszterházi kockás kis kosztümbe. Mai eszemmel azt mondom, hogy a anyám roppant vonzó nő volt, noha nem volt kifejezetten szép. Csinos vonzó nő lehetett. Én szerelmes voltam belé. Ez természetes. És a nagymamája mitől volt olyan csodálatos? Mert a nagymamám kis duci asszony, picike, és ahány deka annyi szeretet volt. Nem ismert más, csak szeretetet mindenki iránt általában. A közelítés módja ez volt. Például a későbbi vejét, ugye anyám második férjét nem kedvelte, mert az mindig ugratta őt. És aztán a nagymama humorérzéke nem verte az eget. Tehát nem szerette. De ez abban nyilvánult meg, ha jött a udvarló hozzánk, és minden nap jött, ha tehette, akkor az első kérdése az volt, Gyula evett már? Egyébként a nagymamák így szokták csinálni. Igen, ez a legfontosabb, hogy egyen. Visszatérek a jelenre, aztán persze még csaponghatunk nyugodtan, de hogy megszületett... Maga csapon. Én, mert engem annyi minden érdekel, pedig hát sok mindent tudok, de sok mindent nem. A Magda után mi lesz a következő film, a következő történet? Mert ez elindított egy sorozatot. Hát miatt ezt tudja úgy is saját hall, amit már hallott. A gyerekeim ugyanezt hárítják, pedig én így emlékszem, hogy a film sikere is hozzájárult, de egyáltalán, hogy miért mészte albérletbe, mondta a kisebbik fiam emlékezetem szerint. De mikor? Mikor ment amikor, albérletbe? Hát már nem ment a Magda, és... Ja, hogy a Friderikus volt az albérlet. Elég zajos, és boldogító sikerre volt. És akkor, hogy miért mész a albérletben, mama? Nem tett más ajánlatot, a Fridi megkérdezte, és onnan indultunk el. És valahogy itt ebbe a pillanatban, miért? Ha elintézed, mert én ezzel nem foglalkozom, akkor csináljunk egy podcastot együtt, egy családit. Lehet, hogy verbálisan nem pontosan ezekkel a szavakkal, de így kezdődött, hogy jó, akkor indítsunk. És akkor mindenki maga mögé állt, a fia, a két fia, az unoka, mindenki hogy én mögé Vitrai Tamást segítsük? Hát nem, ez nem így van, hát ez nem olyan, mint hogy hordjuk fel a bútort, vagy ilyesmi. Szóval
A lényeg nekem az volt, ugye, hogy a nagyfiam az diplomás operatőr és rendező is. Elvileg, de hát nem ez a munkaköre jelenleg. A Péter fiam pedig az informatikus, tehát minden ott toporog a televíziózás körül, és az egyik unoka az ötből, a Jancsi, az szintén ugyanezen a területen nagyon ügyes. Hát mondtam, hát amit te manuálisan lehet, ebbe be lehet segíteni. Nem teljesen pontosan számítottam ki, de elkezdtük, és most, hogy rövid legyek, megy, hát készül. Igen, de amikor hívtam telefonon, azt mondta, hogy este beszéljünk, mert napközben vág. Szó szerint maga vágja a filmet? Hát nem így, hogy ülök egy ollóval. Na jó, aki ismeri... ülök a vágó mellett. Hát ja, jó, de egy... van vágó, tehát hát, hogy vágó programot nem hát, maga. Például a unokám tudna vágni, de hát ő meg most érettségizni fog. Hát hogy lehet? Ugye egy sorozattal indultunk el, akkor annak lehetőleg úgy kell elindulnia, hogy egy csapat van, amelyik hozzászokik ehhez a munkaformához. A kérdésem egyébként arra vonatkozott, de ezt jó, hogy elmondta, hogy mi lesz a következő film? Tehát mit vágnak éppen? Nem megvan mit, már? Nem. Amikor én ezt bejelentettem, három alkalommal jelentkeztem a Vitra Jég című ugye, beharangozóval, én azt láttam, igen. És azt mondtam el legfőképpen, hogy szeptemberben. De mi dolgozunk, én ugyanis gyáva vagyok, tehát én négy adást meg kell, hogy csináljunk, teljes adásra való, ami adásonként azért, ha példának veszem, már pedig példának veszem az egykori, csak ülök és meséleket, abban 3-4 epizód volt. Tehát ha négyet akarok, legalább, hogy azt mondhassam, akkor most elindulunk. És akkor megvan ez a négy, hogy mi lesz ez a négy? Nincs meg, hát nem, de készül. Ugye, de az ötlet szintjén gondolom. Nem, ezek nem. Tehát nem keresi meg a régi ügyfeleit? De nem. A régi ügyfeleim azért kicsit szomorúan kell mondanom, nagyon sokan már nincsenek köztünk. Tehát, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy miféle emberek élnek köztünk. Például, és ezt a természet hozta, vagy mit tudom én, a szerencse. Most úgy állunk, hogy lesz egy olyan adásunk, amiben minden epizód orvosokról szól. Más-más, nem mondok többet róla, mert nem arról, hogy hogy operál, és nem arról, hogy van-e fonendoszkópja, hanem orvosokról szól. Aztán van egy, amely 3 házas párt mutat be teljesen különböző életkori szakaszban, teljesen különböző földrajzi helyen a világban, és teljesen különböző formák miatt. De ezt az élet hozta. Kapott leveleket itt a... Hogyne, hát ugye meghirdettük, igen. És ahhoz képest, hogy azt se tudják, hogy mi fán terem ez az egész, vagy akik tudják, nagyon kevesen vannak, bizony jöttek, és nagyon reménykedem, mert 47 évvel ezelőtt, amikor először indult a Csak ülök és mesélek, az első adás előtt minden riportot, tehát mindegyik epizódot én csináltam, de előre ki volt mondva, hogy én ezt nem akarom. Én majd beülök a közepébe, ettől lett a szék, ugye a tanett szék is, és eladom, mondtam nagy büszkén. És hát az elsőben saját magamat árultam, mert mindegyiket én csináltam. És utána jöttek a levelek, nem is kis számban. Hozzáteszem, még a második alkalomra is úgy jöttek a levelek, hogy pont hasonlókat ajánlottak. És hát nagy csacsisáok is voltak benne, mondjuk 80%. De abban 20%-ban benne volt, ott csillogott a gyémán, mint a fejemen a poloska az előbb. Szóval akkor csinált elfoglaltságot magának, tehát a békés, nyugalmas, óhogyne. Nyugdíjas évekből egy nagyon felpesdült óhogyne, élet lett. Óhogyne. És élvezi? Óhogyne.
Igen, azt kell mondanom, de nem egészen vagyok becsületes, mert ha úgy utálom, hogy szörnyű, hogy fáradt is vagyok, nem alszom ki magam, nehezen alszom el, és aztán amikor reggel fölébredek, és elkezdek a szintén ajándékba kapott gyalogló izén padomon gyalogolni, akkor megjön a kedvem, hogy de jó nap van, mit csinálni. Itt eszembe, jó lett volna, ha 9-re jön, de azt mondta, hogy nem tud olyan korán elindulni a gyalogló pad miatt, nem tudna, van egy szertartás van reggel? Igen, 50 perc benne ez a mindenféle torna, meg... És ebből nem enged? Nem. Azért. Tudja, hogyha egyszer abba hagyja, nincs tovább. Nem, hogyha egyszer születeltetik? Nem, egyszerűen én szerintem ettől vagyok ilyen szép. És okos. Egyébként azt figyelem, hogy például sokkal pergőbben beszél. Tehát valóban ennek a nyugdíjas otthonlétnek volt egy lelassulása. És most valahogy... Nem, beteg voltam, engem a négy COVID-oltás után egy utóhatás ért. Mai napig is a járásom néha egészen bizonytalan. Nem szédülök, csak nehezen engedelmeskedik a lábam. Még olyan vagy, hogy lelépjek a jártáról. De javul. Hát sokat tesz érte ezek szerint, hogyha az 50 perc nem kevés egy reggeli tornához. És az kemény dolog, mert az méri a gép azt is, hogy milyen kilométer sebességgel megyek, és ezt mindig följebb nyomom. 4 percenként gyorsítok. Akkor nagyon fegyelmezett ember. Meg bolond. Dehogy bolond, nem. Ez a hosszú élet, meg az, hogy ilyen jól van, meg hogy szép is, ahogy mondta. Igen. Hát igen. De tényleg jól néz ki, remekül néz ki. Az jut eszembe, hogy nem is tudom, hogy a múltkor említettük a 90. születésnap kapcsán. Nekem azóta a fejemben van, hogy a televízió nem köszöntötte a születésnapján. Persze nem kötelező. Haragban vannak velem. De hát miért? Mit tett? Tehát micsoda világ van ez? Mindenki tudja már hova tovább. 2000-ben az akkori elnök meg akart bízni azzal, hogy Orbán Viktorral, az akkori Fidesz kormány kapcsán, hogy ilyen rendszeres, talán heti vagy két heti, nem emlékszem pontosan, interjúkat csinálja. Tehát mikrofonálván legyen. Mint hát most a pontosan Petőfi, erről van hogy a rádióban, szó, igen. Hogy én ezt nem mondtam le rögtön, hanem azt mondtam, hogy nem ismerjük egymást. Ugye ő annyi idős, mint az én két fiam, kettejük között van életkorában. Addig még életben nem is láttam, csak fényképen. Hogy szervezzék meg párszor, hogy találkozhassunk. Nekem az volt a mániám, hogy ezért olvastam, amiket mond, meg, és az volt a mániám, hogy ezt az embert, ezek a protokolláris kötelezettség csőbe húzzák. Hát ezek nem hiteles dolgok, ha valakinek megmondják a riporterek előre, hogy miről beszélgetnek, és erre neki nincs szüksége, mondtam én. Jó hiszem, ilyen. És meg is szerveztek egy találkozást, ami kifejezetten érdekes volt, mert mondjuk az utolsó pár mondat az volt köztünk, hogy folytatjuk, és már az ajtóba voltam elmenet a parlamentből, amikor utálam szólt, hogy és mi lenne, ha én is kérdeznék, és nem remek, isteni. És akkor én ugye szárnyakon, még találkozom, Sydneybe a olimpián találkoztunk, amikor kin volt, és amikor hazajöttem, annak ellenére, hogy megígérte az akkori elnök, mindaddig még nem mondom, hogy most már mehetünk, addig nem publikálja, minden újságban benne volt, és akkor leköszöntem. Ez egy hátbaszórás volt ez, igen. És ilyen sajnos egy hibám van, meg még sok. De ez tény, hogy a szakmámban nem ismerek. Párton nincs. Én úgy érzem, hogy én ezt megtanultam. Még azt sem mondhatom, hogy nagy áron, mert nem nagy áron, hanem hál' Istennek volt hozzá készségem is. De nem viccelek. A saját rovásomra meg végképp nem viccelek. Ha úgy éreztem volna, nem sok kellett volna talán.
hogy egy kicsit higgyen nekem, az a, mert ez fontos, hogy a másik hisze ennek a pofának, hogy ez nem ártani akar. És akkor már bátrabban, de ha ügyelgők, hogy jönnek én hozzám, akik a tippeket adják, igen, és azt kell használnom. Soha életemben nem kellett, még a legelső időkben sem. Ha most önként jelentkezne, hogy szeretne ebbe a dokumentum műsorba bekerülni, vállalkozna egy ilyenre? Hát hogy ne vállal, bárkivel vállalkozom, ugyanúgy kell kérnem, mert azóta se találkoztunk. Tehát a feltételek nem változtak, tehát őszintén... A feltételek annyiban változtak, hogy mindazok, akik a szervilitás folytán, mindenki úgy tartja nyilván, hogy engem utálni kell, és ki kell rekeszteni. Ez az én saját anyaintézményem, magatartása. És ha én jelentkeznék, mert tudom, hogy úgy hirdette meg ezt a dokumentumfilmes podcastot, hogy bárki küldhet ötletet, sőt maga megcsinálhatja. Mondjuk az én ötletem egy Vitrai Tamás dokumentumfilm lenne. Mit szólna hozzá? Nem. Végigjárnánk az életének a kis útjait. Velem. De miért is ne? Hát folyton ide hív. Na jó, de hát azért az más, hogy megmutatom, hogy ez a Csanádi utcában lakott, hogy hogy nézett is ki. Is. Hát akkor mondjuk végigjárnánk az otthonokat történetekkel. Meg a nagyon fiatal és csinos, és biztos jó lába van, hogy hát nagyon kedves, hogy ezt mondja. Sok helyre kéne. Szíves, én szívesen vállalkoznék. Szerintem az életműből még egy ilyen film hiányzik. Majd megcsinálja valaki. Mondjuk például maga, de várja meg, még már én nem láthatom. Jaj, ne vicceljem, ez úgy jó, hogy benne van, és együtt csináljuk végig. De akkor hadd kérdezek még egy magánjellegű dolgot, mert a magyar sajtó azért tele van itt a maga szerelmi életével, meg a válásával. Én azt gondoltam, hogy ebben nem lesz partner. És mesél róla, és beszél róla, hogy ez hozzátartozik ez az őszinte Vitrai Tamáshoz, hogy így kerek az élet? Mert maga sem rendesen olvastál, amit mondtam, szerintem. Na, szerintem igen. Ugye a elsősorban milyen érdekes, hogy ma reggel nem tudtam kiprintelni, mert ügyetlen vagyok a géphez. El akartam hozni. Úgy tudtam, hogy egy szóba fogja hozni. Hát én lelkük rajta a kis kegyedben, amin kicsit csodálkoztam, mert én tudnék mondani még kisebb kegyedeket, amelyek ezzel foglalkoznak, de ott jelent meg egy cikk, a címe a vizén fönn a hírkeresőben az volt, hogy kitállalt Vitrai a szerelmi életéről. Belül, hál' Istennek, ez idézetben tőlem egy hangjem volt ebben. Egyrészt, mert úgy tartom, hogy ez tényleg privát, ugye ez kinek-kinek a maga dolga. Azt mondtam inkább elhelyette a kérdésre, hogy, mert ez így szólt a kérdés, hogy lehetséges-e az én koromban. És de azt mondtam el, ahogy gondolom, aztán ha hülyeség, hülyeség, azt mondtam el, hogy egy idős emberek között, ami a szerelemnek nincs egyébként olyan meghatározó, és nem lehet definiálni, hányféle van. De megírtam, hogy pontosabban mik azok, amelyek effektíve a dolog fizikai jelentőségét, vagy annak rovására is akár jelentőséget kapnak az együttérzés, és hogy nem két ember talál egymásra, hanem az egyik fél megkapja a másik felét. És ez nagy különbség. Azt hittem, hogy ez olyan okos, hogy ezt mindenki érteni fogja. De vannak emberek a mai magyar sajtóban, akik, hogy mondjam, a megélhetésüket karaktergyilkossággal keresik. És bántja ezt? Tehát felhívja? Nem foglalkozik vele? Én egyetlen egyre nem reagálok. Azt a szívességet nem teszem. Egyébként ugye, azzal én mélységesen egyetértettem, hogy amikor gyökeres fordulat volt az élet, persze mindennel egyetértek, amit csinál. Hát hogyan? Hát miért? Azt nem lehet eltitkolni. Tehát olyan változás volt az életében, amiről
szerintem a jövő érdekében valamit mondani kell. Tehát azért ez teljesen rendben volt. Teljesen rendben. Mindig eszembe jut, amikor a királyi családnál megszületik egy baba, akkor nem a lábát teszik fel a Facebookra, hogy megszületett a gyerek, hanem kiviszik és megmutatják, hogy itt a jövő trónörököse. Csak itt vannak ezek a furcsa titkok az életről, meg az úgynevezett magánéletről. Nincs. De jól van. Boldog, jól van, és jól. Új élet. És mi van ezzel az öreg kutyával, amit említett? Hát nincs új kunst. Nincs új kunst. Nincs. Ugyanazt csinálja. Elmondom ezt is, ha akarja. Ugye mi nekünk, mikor elkezdtük a gyerekeimmel ezt a podcastot, akkor hát nincs eszközünk, nincs stúdiónk, nincs kamera, még csak-csak van a családban annyi, hogy ez nem kellett volna. De hát, hogy hova menjünk? És akkor így kínálkozott egy lehetőség, ugye a Tamás fiam a National Geographic főszerkesztője lévén egy folyosón van, egy nagyon fontos online újsággal, és ő kérdezte tőlem, hogy megkérdezze a főszerkesztőt, mert nekik van egy isteni stúdiójuk, hogyha mi úgy, mint ahogy Friderikuszhoz adtam, hogy adnánk ezt a műsort rendszeresen, és ők adják a stúdiót ez. És így összejött egy megbeszélés, teljesen ilyen hivatalos diplomáciai kapcsolat, hárman ők, hárman mi, és hát nagyon kellemes volt, megkérdezték a fiatalok ők, hogy miről is van szó, és hát egy elmondtam, hogy ez a Csak ülök és meséleknek lenne a csak azért is, folytatása, ugye? Csak azért is, bizony. És tulajdonképpen elülve hallgattam, hogy engem kioktattak, hogy ez elavult, hogy a 10 percnél hosszabb beszélgetésre nincs vevő, hogy ez nem érdekli az embereket. És akkor ment le a Magda 1 óra 2 perces filmje. És majd 300 ezeren. És volt rávető. Igen. Úgyhogy megsértődtem, ez az igazság. Jól tette. Mert egyébként is, hogyha egy szenilis vén majom vagyok ennek a fiúnak, aki főszerkesztő, az a tisztessége, hogy ne vegye észre, mondja el az övéinek otthon. Igen. Volt egy olimpiai bajnok, aztán birkózó volt talán, nevére nem emlékszem, egy vidéki szolnoki fiú, és megkérdeztem tőle, hogy lett ő birkózó, és mesélte, hogy amikor bevonultak a terembe, akkor a visszamenőleg évtizedekig, századokig ott volt a birkózó bajnokoknak a fotója. És ahogy bevonultak edzésekre, egy-egy másodpercen mindig így meg kellett állni, és így fejet hajtani a nagyságok előtt. És ez benne úgy él, hogy tiszteli az ember a felmenőket, akik letettek az asztalra valamit, hogy ő gyerekként elhatározta, hogy olimpiai bajnok akar lenni, és az lett. És az lett. És valahogy ez hiányzik nekem a mai ifjúságból, meg a generációból. Ez a főhajtás, Vitrai Tamás előtt is. Zsikám, de ez magára is bizonyos fényt vet, mert ez azt jelzi, hogy maga ugyan még nagyon fiatal, de már nem annyira. Igen. Mert ez minket jellemez, hogy bezzeg az én időmbe. Én ezt már nem kérem számon semmit, csak az sértett, hogy van ez, hát én nem kérdeztem. Teljes joggal sértette, teljes joggal, igen. Mert nyugodtan mondhatták volna, hogy köszönjük szépen, mégsem. Szívük joga. Igen, de minősíteni azt is. Sőt, olyannyira, hogy még kaptam másnap egy listát, hogy milyen, na most jó fogom mondani, remélem, TikTok. Én se szoktam hogy nézni, de milyen TikTokokat csináltak, és azok 2-3 percesek. De erről nem beszélek szívesen, mert nincs értelme. Isten őriz, még véleményem lenne. Nagyon szépen köszönöm Vitrai Tamásnak, hogy itt volt. Azért gondolkodjon el egy kicsit az ajánlatomon, hogy csináljunk egy Vitrai Tamás dokumentumfilmet. Nekem van erő még a lábamban,
maga meg kísér engem autóval. Igen, igen. És történetek, sztorik, meg ki tudja, mi kitaláljuk, de szerintem nem egy nagyon buta ötlet. Hogy mondanám? Ugye, ugye? Most tanult. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon szép napot kívánok. Csókolom.